Sziasztok! Hát azért szeretném ezt a videót most megcsinálni, mert nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy ugye mivel nekem autista gyerekem van, csak megnéztem, hogy ne legyen nyitva a szobajtó, mert az zavaró lehet. És meg ugye a Niki TikTokozik, és volt olyan, hogy telefonszámot is adtam, és fölhívott a hölgy, és megkérdezte, hogy hogyan kell ezt kezelni. Na most én azóta ezen gondolkozok, hogy hogyan is kell ezt kezelni, de szerintem ezt senki nem tudja, mert ugye minden gyerek más, úgy minden autista gyerek is más. És én is csak úgy kitapasztalgattam, hogy mi jó, mi nem jó, hogy lenne jó, vagy hogy amikor sírt, akkor hogy lehet megnyugtatni. Mikor pici volt, akkor ugye próbáltam oda venni magamhoz, hogy ne sírjon, akkor neki ez nem jött be, annál jobban hisztizett, és akkor nekünk az jött be, hogy fogtam, mondtam, akkor üljél ki ide a fürdőszobába, próbálj megnyugodni, mert láttam, hogy ugye, ahogy ölelgetem, az neki nem. És akkor úgy nyugodott mindig meg, mondtam neki, jó van, neki menj a fürdőbe, és akkor majd egy kicsit egyedül vagy, és akkor megnyugszol, így jött be. Én is nagyon sok mindent kitapasztaltam, nem tudtam én se, hogy hogy álljak hozzá, nem tudtam én se, hogy mi lenne a jó, csak azt vettem észre, hogy iskolában nincs jó helye, akkor kértem a rokonomat, hogy ő jelentse be egy átmenetileg, és akkor kerestem másik iskolát, az se volt jó, nem akart menni, onnan tudtam, hogy nem akart menni, mert ahogy elérkeztünk az iskola felé, ez egy ilyen téren mentünk át mindig, nem is tudom milyen térnek hívták, és azon mentünk át, és már akkor marta a kezem. Tehát onnan gondoltam, hogy nem szeretne ide járni, meg furcsa dolgok is voltak ebbe az iskolába, aztán kerestem ugye Szentendrén, ugye mivel helyiek vagyunk, egy iskolát, egy kisegítő iskolát, ahová átvették, mint magántanulót, és utána már 4-5 évig ide járt, és itt már nagyon meg voltam elégedve, mert nem úgy, mint a másik intézményekben, itt segítséget kaptam mindent. Tényleg nagyon jó volt, hogyha valami nem jó volt, meg tudtuk beszélni, tehát így, és akkor utána lett az, hogy ugye már mikor az utolsó években jártani kell ebbe az iskolába, akkor már itt laktunk fönt a lakótelepen, és akkor már csak 1-2 évet járt, azt hiszem, vagy 3-at, nem tudom már megmondani, mert nem emlékszek, és akkor ugye fájt a gyomra, azt is úgy kitapasztaltam, hogy mi jó rá, tea jó rá, szóda jó rá, ásványvíz jó rá, algópiri jó rá, vagy hogy egyáltalán mit csináljak, ugye, és amikor már nagyon kezeletlen volt, akkor ugye akkor jött a hűtőlezárás, amiről én már nagyon sokat beszéltem, akkor jött az, hogy ugye elhagytuk a teljes élelmiszereket, és az segített rajta, akkor már meg tudott nyugodni. Úgyhogy szerint, és annyira furcsa, hogy ugye így tanácsot kérnek tőlem, hát én is nagyon nehezen oldottam meg azt, hogy tudjam kezelni a gyerekemet. Nem egy könnyű dolog ez, és nem is tudom. És amiről én beszélni akartam, még én abban nem hiszek, hogy egy szakember ebbe segítséget tud adni, mármint egy gyógypedagógus, mert ugye minden gyerek máshogy viselkedik az iskolába, és máshogy viselkedik otthon. Tehát a Niki is elkapta az éhhajam, meg húzta, meg mart, meg kékzöld voltam, meg ilyenek, de aztán így ugye a tejet elvettem, neki ez volt a problémája. De most nem biztos, hogy ugye más gyereknek is az a problémája, és akkor mindig kérdezik, hogy kezeljem, mit kezeljem, és akkor mikor mondom, hogy hát én sajnos nem tudom, én ezeket tudom ugye elmondani, hogy én mit csináltam, az nem biztos, hogy másnak jó tanács. Tehát, hogy úgy olyan furcsa, hogy így, nem tudom, hogy tanácsot kérnek, ugye, mert te se tudod, mert te neked is egy új dolog volt, amikor, mármint nekem ő nem te neked, nekem is egy új dolog volt, mikor így rájöttünk, hogy ő nem beszél, meg járni se nagyon akart, ugye. Aztán én nagyon korán bölcsödébe adtam a Nikit, mert én nekem el kellett menjek dolgozni, mert ugye elváltam, ugye egyedülálló lettem, és én nekem egész pici volt, másfél éves, nem, 2 éves körül volt, és én beadtam ide a Szentendrei bölcsödébe, itt fogadták őt, ugye nem ordítozott jobbra-balra, meg vele úgy semmi nem volt, akkor gond. Tehát olyan
csöndes kisgyerek volt, és akkor így tudtam mellette dolgozni, és akkor jöttem a gyerekért. Elég nehéz volt akkor is így munka mellett ugye vele is foglalkozni, de hát valameddig, amíg tudtam dolgozni, ugye, mert utána már kellett menni. Itt már nem találtam neki óvodát, hanem csak Pesten, és akkor már Pestre kellett hordani. Ott meg mindig érte kellett menni, ugye hívtak, hogy menjek a gyerekével, ordít, a gyomra fájt. Aztán mire rájöttem, hogy mi lett a baj, addigra már ugye ez eltelt egy idő, és hogy ezt a tejet levegyem, és addigra már felnőtt lett, és hogy kérdezik, hogy egyedülálló anyukának milyen. Hát, hogyha te nyugodt vagy szerintem, és azt látja rajtad, hogy te nyugodt vagy, és kiegyensúlyozott, már mint én, ugye, mert mindig úgy mondom, hogy te, akkor szerintem ő is olyan lesz. Tehát, nem tudom, ugye ennek fokozatai vannak, vannak hiperaktív gyerekek is, aki autista is, hiperaktív mellette, akkor van, aki több gyógyszert szed, Aniki csak este kap egy szemet, neki levették, ez volt a szerencsém, nagyon sok orvoshoz is jártunk amúgy, és volt olyan, aki már egyre több gyógyszert adott, és attól én fogtam, és eljöttem, és mindig kerestem egy másikat, mindig másikhoz jártam, és akkor a végén pedig ide járunk, ugye Szentendrére, itt nagyon jó helye van a gyereknek, mint nagyon jó szakemberek vannak, ugye gyereknek is, amikor gyerek volt, mikor kisebb volt, akkor is ide hordtam már, és nagyon meg voltam elégedve, és szerintem most nem fog eszembe jutni, de a Vadaskert a legjobb hely, ahol egy gyereket így lehet így vizsgáltatni, oda ugye be is lehet fektetni, innen a Vadaskertből jött ki egy doktornő, és én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon jó volt, és azért volt jó, mert levette a gyógyszert, mert nagyon sok gyógyszert kapott például a gyerek, és volt olyan, mint az előbb elmondtam, hogy egyre többet, és egyre rosszabb és rosszabb gyógyszereket, az egyik adta, a másik levette, úgyhogy, mert ugye ő nem tudja jelezni, hogyha valami problémája van, te, hogyha valami baja van, akkor nem tudod, hogy torka fáj, feje fáj, sok fáj. Menj, vitt a tablettedet, vitt azt, játsszál még egy kicsit. Nem tudod, hogy a feje fáj, nem tudja közül. De csukta. Jó, van, behajtódott a szájtó, nem tudja elmondani azt, hogy a fejem fáj, megmutatni se tudja, nem tudja megmutatni, hogy a torka fáj, neki ki kell találni, és sajnos azt mindig ki kell tapasztalni, hogy ő neki mi a baja éppen. Úgyhogy azért szokott furcsa lenni nekem, hogy így kérdezgetik, és azért csinálom meg ezt a videót, hogy nem tudok tényleg, ami tapasztalatom van így, amit én magamnak kitalálgattam, mindig azt tudom átadni, és az nem biztos, hogy másnak egy jó tanács, ami nekem bejött, az nem biztos, hogy másnak is bejön, úgyhogy így mindig bajba vagyok, mert ugye persze az ember segít a másik társának, hogy mit csináljon, de hát ugye én nem ismerem az ő gyerekét, úgyhogy nehéz nekem tanácsot adni, és mondom, én nem hiszek abba, hogy egy gyógypedagógus tud, mert ugye egy iskolában bent van a gyerek mondjuk 8 órát, vagy mit tudom én 4-et, akkor ott van vele, azért úgy ismeri a gyerekeket, de szerintem aki ebben nincs benne, az nem tudja, hogy milyen. És egy másik gyereket se lehet ugyanígy kezelni, mert az másmilyen gyerek, és szerintem nagyon nehéz azt kitalálni, hogy mi baja van. Ugye van, aki beszél, de attól, mert egy autista beszél, nem biztos, hogy el tudja mondani, hogy mi baja van. Lehet, hogy elmondja neked a tévéből a mesét, mert van, amelyik meg olyan ügye, hogy ő megjegyzi, és vissza tudja neked mondani bármelyik költőnek az életét, de a fenekét meg nem tudja kitörölni. Tehát ezt meg tudja csinálni, de lehet, hogy éppen késevillával nem tud enni, de lehet, hogy kanállal se tud enni, vagy esetleg szépen nem tud enni. Niki se evett nagyon szépen, amikor ide költöztünk, akkor is nekem kellett segíteni, mert ha ugye nem eszik, akkor persze segítek neki, de aztán elég szépen evett, hogy már a ruhájára sem ment, most már egész ügyes. Tehát azért, hogy két autista ugye nem hasonlít. Tehát azt ki kell tapasztalni, hogy neki mi a jó, meg ki kell találgatni, mi baja van, adsz egy algopirint neki, vagy teját,
vagy a torkát megnézed, vagy hogyha valami zavart, és olyankor a Niki éjszaka nem alszik, akkor leteszek ide egy szivacsot ugye az ajtóba, mert akkor esetleg jön, megy. Hát nem tudok vele mit csinálni, de legalább nem volt itt ugye. És arról akartam még ugye beszélni, hogy ez a meg tudnád csinálni, de nem csinálja. Ez nem biztos, hogy azért van, mert meg tudnád csinálni, de nem biztos, hogy rendesen. Például nem tudna lehet rendesen lefürödni, ugye, ő maga, mert azt nem tudja megcsinálni. Lehet, hogy egy könyvből felolvas neked nem tudom hány oldalt, és tök jól tud fogalmazni, és ezekbe okos, de nem biztos, hogy például fürdésni rendesen meg tud fürödni, vagy esetleg rendesen meg tud törölközni, mert ugye, ha nem törölközöl meg rendesen, esetleg kipálhat itt, kipirosodhat. Voltam én is így, mikor hagytam a Nikinek, láttam, hogy nem csinálja rendesen, akkor megcsináltam én. Ezért vagyunk itthon szerintem, és hogy segítsünk neki, és hallottam olyat, hogy de hát ő ezt meg tudná csinálni, de akkor nem csinálja, mert erre nem képes, hogy ezt megcsinálja. Mondom, lehet, hogy egy fogalmazást, vagy egy könyvet, vagy akármit kiolvas, de viszont arra viszont nem képes, hogy mondjuk dolga végeztével kitörölje, vagy öntsön magának egy pohár üdítőt, vagy hogy észrevegye azt, hogy most hú, ki van száradva a szám, akkor én szomjas vagyok. Valamelyiket úgy kell megitatni, és okos autistáról beszélünk, és tehát nem mindenre képes, ugye. Lehet, hogy megtanulja neked úgy a könyvet, hogy kívülről tudja, de én nekem mindig azt mondta a Niki igazgató nénie, mert egy ideig ő hozzájártam tanulni, hogy hiába tanul meg olvasni, meg hiába jár számtanra, meg minden, egy idő után el fogja felejteni lehet. Úgyhogy azért ez eléggé összetett dolog, úgyhogy azért ezen gondolkoztam én egy pár napja, ugye odaadtam a számomat, hogy hívjon fel a csaj, hogy hát segítek neki, persze, csak ez olyan furcsa volt, hogy megkérdezte, hogy ezt hogyan kell kezelni, hát ez az, amit én sem tudok. Úgy, amit tudtam, úgy átadtam neki, de nem tudom, mondjuk, hogyha hetes intézetben van egy gyerek, akkor, vagy ha csak egy iskolában van bent egy gyerek, akkor is ugye máshogy viselkedik az iskolába, és máshogy viselkedik velem otthon. Mert azért egy idegennel lehet, hogy nem olyan, mint ugye az anyjával, hát ez természetes. És azért volt furcsa, nekem mindig volt egy ilyen gondozónő, aki segített, és mindig kijött, mikor mentem a Nikiért, és mindig mondta, hogy mindig az van, amit te akarsz, nem az, amit a gyerek. De mindig elmondta, ez egy nagyon aranyos nő volt, és mindig elmondta, hogy mindig, de neki is beteg gyereke volt, és neki már egy felnőtt gyereke volt, és mindig az van, amit te mondasz. Na mi van, megjöttél? Jó van, menjél be még egy kicsikét, jó van életem? Tehát csinálok kaját. Csupa az ajtót, köszi. És mindig azt mondta, hogy mindig az van, amit te mondasz. Sose engedj abból, és én ezt úgy megfogadtam. És úgy látszik, hogy igaza volt. Hát azért nekem is voltak nehézségeim, meg nekem is volt nagyon nehéz. Nem mondom meg, ahogy így elmondtam pár videóban, amióta levettem a teljes élelmiszereket. Ugye azóta sokkal jobb, mert nincs örjöngés, mert nem fáj a hasa, te nincs miért sírjon. Hát kap ő kekszet, meg kap ő kaját, meg mindent kap a hűtőből, ami kell. Csak ugye nem fáj a hasa, diétázik ő is, mint én. Úgyhogy ezért csináltam meg ezt a videót, hogy hát, ha valakinek ez segít, vagy nem tudom, mert ugye kérdezték már azt is, hogy egyedül álló anyukának milyen. Hát én nekem most ez így bejött, ugye. Volt olyan, hogy nem mentünk ki két hétig, mi se, mert ugye valami baja volt. Aztán nem tudtam, hogy mi baja volt, és mindig arra gondoltam, két hétig nem mentünk ki, hogy annak a gyereknek ki kell menjem. Mert kell neki az, hogy egy sétáljon, hogy egyet, és próbálkoztam, mindig próbálkozok. Mindig megpróbáltam, ha valami nem jött össze, akkor én azt mindig újra próbáltam, hogy hát, ha akkor más összejön, és összejött.
és el tudom vinni itt legalább a telepen egy picikét sétálni, ha csak ide a ház elé, akkor is lent van, friss levegőt szív, ugye. Igaz, hogy nem védett most, mert ugye még csak most kapta az első oltását, tegnap előtt ugyanúgy, ahogy én is, de hát próbálunk vigyázni, kezet mosni, ha már jövünk be, akkor ő is megy oda, szólok neki, Niki kézosan, már szalad, és akkor nyitja a csapot, kezet mosni se tud, megtörli úgy, ahogy, de nem tudja rendesen, tehát azért kell neki a segítség, mert lehet, hogy ezt a dolgot meg tudja csinálni, ugye, mert képes rá, de lehet, hogy már a másik dologra nem képes. Ez az autizmus. Tehát azért vannak ennek fokozatai is, mert van ugye enyhe autista, meg van, aki középsúlyos, meg van, aki ennél is betegebb. Nagyon sok szülő van, aki úgy van otthon, hogy tényleg ki se tud menni, és láttam olyat, hogy két beteg fia van, azt hiszem a tévében is volt, és nem tud kívül csak kilépni se. És viszont nagyon beteg gyerekei vannak, tehát azért nem olyan könnyű dolog ez. Na, azért szerettem volna ezt a videót megcsinálni, hogy hát, ha esetleg aki megnézi, ez jó tanács neki, vagy segít valamiben, de szívesen, hogyha oda kommentelsz, hogyha bármire kíváncsi vagy, akkor én ezt elmondom neked, vagy esetleg telefonszámot adok, ha ilyen beteg gyereked van, hogyha tudok, bármiben segítek. Mármint így tanáccsal tudok se, csak, nem se, csak. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozzál fel. És még egy utolsó, ha te nyugodt vagy, akkor a gyereked is azt látja, hogy nyugodtság van, és minden oké. És próbáld úgy intézni, hogy nyugodt legyél. Szia, szép napot!